Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими крестьянами интеллигенции, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную Отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. hatalmas botrány robbant ki Németországban, miután kiszivárgott egy 38 perces felvétel a Bundeswehr katonái között, katonai vezetői között. Ezen az hallható, hogy több német tábornok Oroszország megtámadásával kapcsolatban egyeztetett. Moszkva felháborodását fejezte ki, miközben Berlin egy nagy átfogó vizsgálatot indított a kiszivárgott felvétel miatt. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és sírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 60 ezeren követnek, és állítsa be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Nem elég, hogy Emmanuel Macron francia államfő a rendkívül felelőtlen nyilatkozataival még tovább súlyosbítja a már eddig is feszült háborús helyzetet, most kiszivárgott egy felvétel, amelyen lényegében az hallható, hogy német tábornokok Oroszország megtámadásáról egyeztetnek. A francia elnök még hétfőn nyilatkozott egy párizsi ukránpárti rendezvény vagy esemény találkozó után, hogy egyáltalán nem tartja kizártnak, hogy nyugati katonákat vezényeljenek Ukrajnába, mire a Kreml megjegyezte, hogy a NATO egységek bevetése súlyos eskalációt majd maga után. Pár nappal később maga Vladimir Putyin orosz elnök a szokásos évértékelőjében egyenesen úgy fogalmazott, hogy a NATO szerinte arra készül, hogy csapást mérjen Oroszországra, ám egyúttal figyelmeztetett is, hogy Moszkvának megvannak a fegyverzeti kapacitásai arra vonatkozóan, hogy a saját területükön mérjen csapást, választ csapást a támadásban résztvevő országokra, a hazájukban győzze le őket. Beszédében még azt is kilátásba helyezte, hogy ez nukleáris csapáshoz is vezethet. Ebben a kétségkívül felfokozott hangulatban pedig lényegében a lehető legrosszabb kort szivárgott ki egy 38 perces hangfelvétel arról, hogy német tábornokok Oroszország megtámadásával kapcsolatban egyeztettek. Maga a felvétel február 19-én készült, és a német légierő, a Luftwaffe, négy vezető katonatisztje szerepel rajta, köztük a légierő vezetője, Ingo Gerhardt tábornok, valamint a műveleti vezérkari főnök helyettese Frank Grefe tandártábornok. A tisztek arról beszéltek, hogy Németország akár 50 Taurus nagy hatótávolságú rakétát is küldhet Ukrajnába, valamint azt is feltételezték, hogy a Luftwaffe milyen módon tudna olyan célzási információkat szolgáltatni az ukránoknak, anélkül, hogy úgy tűnne, hogy közvetlenül részt vesznek az Oroszországgal zajló konfliktusban. A felvételen szóba kerül az is, hogy az ukránok megszállottan megtámadnák a Kercsi-Szoroson átívelő leghosszabb európai hidat, megegyezve, hogy annak jelentősége elsősorban inkább politikai, mint sem katonai jellegű. Gerhárca beszélgetésben elismételte, hogy a rakéták nem fogják megváltoztatni a háború menetét, míg egy másik tiszt pedig kétségét fejezte ki, hogy talán esetleg 20 Taurus találat képes lenne ténylegesen megsemmisíteni a hidat. Lény az egész beszélgetést összegezve a német tisztek azt tervezték, hogy hogyan kellene megtámadni az orosz területnek minősülő, krímhez vezető orosz hidat úgy, német fegyverekkel, hogy nehogy kiderüljön Németország érintettsége. Hát kiderült. A nyugati média igyekszik csillapítani a kedélyeket, hogy szerintük itt nem is Oroszország megtámadásáról egyeztettek a német tábornokok, hanem különféle lehetőségekről az ukrajnai háborúval kapcsolatban, ahogyan a Taurus rakéták szállítása és bevetése is csak feltételes módon került szóba. Azonban Moszkva ezt teljesen máshogy értelmezi. Dmitri Medvegyev egykori orosz elnök egyenesen úgy fogalmazott X oldalán, hogy a Bundeswehr tisztjei az országukat, tehát Oroszországot célzó támadásról egyeztettek, ami a németeket ismét egyfajta történelmi ellenséggé változtatja legalábbis az oroszok szemében. Medvegyev szerint ez felülírja azt a megtévesztő eddigi retorikát, miszerint Németország nem részese a konfliktusnak. A volt elnök fel is teszi a kérdést, mégis hogyan lehetne erre a hírre diplomáciai választ adni. Szerinte most ismét relevánssá válnak a második világháború szólamok, mi szerint halál a fasisztákra. A felvételt egyébként hitelesnek minősítette a legnagyobb német lap, a Die Welt, ahogyan a Bild is, úgy értesült a Bundeswehr közeli forrásaitól, hogy valódiak a felvételek. A német védelmi miniszter azt közölte, hogy a katonai elhárítás már nyomoz az ügyben, és ellenőrzi a tisztek közötti beszélgetés lehallgatásának módját, a felvétel kikerülését. Ebben a beszélgetésben egyébként a légierő vezetője még olyan trükkökről is beszélt, hogy a szóban forgó támadást Amerikai akcentussal beszélő ukránok segítségével kéne végrehajtani, hogy véletlenül se derüljön ki, akár a nyelvezet alapján, hogy Németország részese ennek a konfliktusnak, ennek a csapásnak. Moszkva hivatalosan is magyarázatot követelt, a külügyminisztérium szóvivője szerint Berlinnek azonnal választ kell adnia, mert bármi nemű hivatalos indoklás, vagy elfogadható indoklás nélkül Oroszország úgy fogja tekinteni, hogy Németország részes egy ilyen jellegű támadásnak legalábbis a konfliktusban. Szergei Lavrov, külügyminiszter, pedig arról beszélt, hogy a német tábornokok nagyon is jól tudták, hogy miről beszélnek, hogy amiről beszélnek, az lényegében a háborúba való belépést jelenti, és ez az is bizonyítja, hogy ennek leplezéséről is részleteiben menően egyeztettek, ahogyan szóba került a beszélgetés során az Egyesült Államok részvétele is a háborúban. Ennek a botránynak egészen súlyos következményei lehetnek, hiszen egészen eddig Németország azért sem akart Taurus rakétákat szállítani Ukrajna számára, mert az azt jelentette volna, hogy még jobban bevonódnak egy olyan katonai konfliktusba, amely akár az Oroszországgal való közvetlen összecsapást is veszélyeztette volna. A német Bild arról írt, hogy vagy orosz kémek végezték el ezt a lehallgatást, vagy Németország valamelyik szövetségese állhat a szivárogtatás mögött. Olaf Scholz német kancellár is megszólalt az ügyben. Ő azt mondta, gyors tisztázásra van szükség, mert ez egy nagyon súlyos ügy, éppen ezért nagyon körültekintően, nagyon mérehatóan és nagyon gyorsan szeretnének eljárni ebben a helyzetben. Ajánlom a figyelmükbe a hetek friss lapszámát is, amelyben egy izgalmas írást is találhatnak arról a boszorkány reneszánszról, amelyet napjainkban Magyarországon is lehet tapasztalni. Sokak számára valamiféle jó szándékű tűnhet, vagy egyszerű babonaságnak, mégis az új pogány trendek lényegében a kereszténység egyik legősibb ellenségét erősítik fel, ezért nagyon is fontosnak tartjuk, hogy az olvosok képben legyenek a szellemvilágot mozgató, befolyásoló személyek és csoportok tevékenységével. A címlapunkon Emmanuel Macron szerepel, napóleonnak öltözve, nem véletlenül, Sokan úgy, hisz, úgy hiszik, hogy a francia államfő hadvezért kíván játszani, és ezért beszél arról, hogy nyugati csapatokat lehetne küldeni Ukrajnába, közben a magyar sajtó annyira nem foglalkozik vele, de ugyancsak megdöbbentő jelenetek játszottak le Nagy-Britanniában is, ahol a radikális iszlám úgy megfélemlíti a brit törvényhozást, hogy ez nem képes rendesen működni, vannak képviselők, akik fel sem mernek ebben az ügyben szólalni. De talán a minket még inkább érintő téma, hogy a gyermekvédelmi törvény határozott szabályozása ellenére lényegében zavartalanul folyik tovább a gender érzékenyítés és az LMBTQ lobby az iskolákban. A szülők pedig nem csak hogy tehetetlenek, hanem sokszor még őket veszik elő, hogy nem elég toleránsak. Igen, mindez Magyarországon. A lapot kérje az újságárusító helyeken, vagy rendelje meg a hozzáférését a hetek.hu per előfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 60 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretnék támogatni további podcastjeink elkészültét, ezt is megtehetik a videó alatt is sávban található köszönetgomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást, vigyázzanak magukra!